Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Egy nagyszabású szülői összefogásnak köszönhetően több millió forint gyűlt össze, amiből megvalósulhatott a Munkácsi Általános Iskola belső alsós udvarának felújítása. Erről lesz szó a mai Esti Mérlegben. Mostantól így szaladnak a gyerkőcök az udvarra. A Munkácsi Mihály Általános Iskola alsós udvara széles körű összefogásnak köszönhetően mintegy 3 millió forintból újult meg. A gyerekek emlékeznek még rá, hogy korábban milyen volt. Nekem azt tetszik az udvarban, hogy nem annyira poros, és hogy hogyha esik az eső, akkor nincsenek olyan nagy tócsák, és még... hogy új kosárpalánk lett, és a kapukat is megújították. Kiépült az udvar teljes csapadékvíz elvezető rendszere, megtörtént a szintkiegyenlítés, a talajrehabilitáció, és csúszásmentes szórást kapott a hátsó iskola udvar, valamint szilárd burkolatú térkövezett játszószigeteket alakítottak ki. Az egyik székesfehérvári építővállalat árkedvezményekkel és a tervezetnél több munkával támogatta az iskolát. Az iskola udvarán, esőben, tócsákban állt a víz, a hátsó rész használhatatlan volt, a gyerekek csupa sárosak voltak, és már évek óta nem sikerült megoldani a problémát, mert a víz mindig az udvarban szikkadt el, és ilyenkor napokig, vagy egy hétig is az udvar fele, az a hátsó fele használhatatlan volt. Ezért a pályázatnál azt találtuk ki, hogy az udvarnak az összes csapadékvizét egy kb. 50 méteres csővel, csapadékcsővel kivittük a udvarról, ami nem látszik a felszínen, csak a nyelők vannak, de a Gyümölcs utcában van egy befogadó, ahova most, ha akár milyen nagy eső van, a víz kifolyik. Ez volt a leglényegesebb. A többi az rutinszerű munka volt, az egész udvart fel kellett tölteni duzalékkal, hogy amikor eső van, ne ázzon át a talaj, és ne sár legyen, hanem maradjon kemény. Ez már többször ki lett próbálva, nagy esőbe is rendesen működik, úgyhogy jól sikerült a munka. A térburkolás az egy rutin munka, azokat is mit csináltuk, hát az naponta foglalkozunk ilyennel. Tehát a leglényegesebb az, hogy az udvaron nem áll meg a csapadékvíz, hanem elvezetjük egy csővel, a többit az már rutinszerűen csináltuk. Miért tartották fontosnak támogatni egyébként az iskolát? Mióta tart ez az együttműködés? Hát itt az iskola igazgató Tóth Péter úr hivatkozott rá, hogy van akinek a gyereke járt, van akinek az unokája. Igen, az én itt áll mellettem a fiam, ő ide járt, a lányom ide járt, a feleségem 40 évig itt tanított, tehát van kötődés, most meg az unokám jár ide, jövőre jön a másik, tehát nagyon szoros kötelék van az iskola és a családunk között ilyen szempontból. Tehát ez is belejátszott, hogy mi is támogattuk az iskolát, tehát a Párási díjon felül mi nagyon sok mindent csináltunk még, amit az iskola igazgató tud, hogy mennyi mindent nem számoltunk föl, amit támogatásként gondoltunk. Az egyik Székesfehérváron működő multikosárlabda palánkokat adományozott az iskolának, míg a szülői közösség és más vállalatok pénzzel támogatták az intézményt. Szülőként vagyok érintett a dologban, a két kislányom jár az iskolába, és hát viccesen azt is mondhatnám, hogy egy önvédelmi reakció volt, mert ugye egy esős nap után ugye a cipőjükön látszott, hogy itt micsoda állapotok uralkodnak, és így belevágtunk az igazgató úrral együtt. Ő volt, aki lelkesen aztán ezt megszervezte, és az ő érdeme is elvitatott a dologban. És gondolom meg is jött már a gyerkőctől a visszajelzés. Milyenek a visszajelzések az új udvarral kapcsolatban? Hát ők ezt... Ilyen mértékben nem értékelik, annyit észrevettek, hogy rögtön az első iskolai napon ott egy hatalmas zuhé volt, és akkor itt nem volt sár. Mi jó ebben az iskolában egyébként? Hát szerintem egy klasszikus iskola, ahol mindenféle gyerek van, és nagyon barátságos környezet, nagyon lelkesek a pedagógusok, és amellett, hogy hát a kellő fegyelem és szigor is adott, mindez egy barátságos hangulatban van csomagolva, nekem ezt tetszik benne szülőként. Egészen pontosan egyébként mekkora volt a támogatás összege? Mi 1 millió forinttal járultunk az udvar kialakításához hozzá.
A támogatók között volt a Székesfehérvári tankerületi központ is. Én azt gondolom, hogy különösen az összefogás erejét bizonyítja ez a fejlesztés. Természetesen a tankerület a nyári karbantartási feladatai mellett odafigyel minden egyes intézményre, de ekkora volumenű beruházást nyilván nem engedhetünk meg egyetlen egy intézménynél sem. Ha emögött nem lettek volna azok a cégek és ez a társadalmi összefogás, akkor ez az udvar ez nem újult volna meg ebben a formájában. A tankerület hány intézményt foglal magába? Hát több mint 140 feladatellátási helyünk van, gyakorlatilag Mánytól Lajoskomáromig, Szabadegyházától Bakonycsernye tengelyen keresztül, tehát 5 járás összes intézménye. Nyilván mindenütt az önkormányzattól örökölt állapotokkal kell most vagyonkezelőként mit kezdenünk. Hála jó Istennek eredményesen pályáztunk, úgyhogy pályázati pénzek is lassan majd megjelennek, már fizikai valójukban is az intézményekben, úgyhogy minden eszközzel azon vagyunk, hogy szebbé tegyük a környezetet. Akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben több intézményben is látható majd kisebb-nagyobb változás ezek szerint? Én nagyon bízom benne, hogy jelképesen is, de fizikailag is fogunk átvágni egy jó pár szalagot a következő év során. A Munkácsiban maximum létszámmal dolgoznak. Az intézmény mindennapi munkája során igyekszik a gyerekeknek nyugodt, családias és inspiráló légkört kialakítani, amihez elengedhetetlen a megfelelő udvar. 480 fővel van az intézmény, alapítókéret szerint engedélyezett létszáma 480 fő, és 480-an is vagyunk, tehát ha úgy tetszik, telt házas az intézmény. Hát a pedagógiai módszereket illetően én mindig előtte, még mielőtt a módszerekre térünk, egy nagyon fontos dologról szoktam beszélni, az iskola szellemiségéről, attitűdjéről, hangulatáról, az pedig nem más, mint a nyugodt, biztonságos, otthonos iskolai légkör. Aztán ezután már tudunk beszélni pedagógiai módszerekről, aminek tulajdonképpen a végcélja nem lehet más, mint a élmény alapú gyakorlatias tudás megszerzése, mindezt a kooperativitáson és az egyéni utagondozásán át. Ezt a nyugodt családias légkört hogyan biztosítják a gyerkőcök részére? Nagyon-nagyon sok kommunikációval. Azt gondolom, hogy nagyon komolyan kell vennünk az iskola és a családi ház közötti együttműködést. Megosztó, amit én mondani szoktam, de valamilyen szinten mégiscsak szolgáltatás az, amit egy iskola nyújt. Szolgáltatás, válasz, reakció a társadalmi igényekre, a társadalmi változásokra, és erre nekünk olyan feladatokkal, olyan teljesítménnyel és olyan kínálattal kell válaszolnunk, ami lássuk be, az a szolgáltatás kategória. Milyenek egyébként a visszajelzések? Tehát a gyerkőcök, akik elhagyják az intézményt, ők merre tudnak tovább elhelyezkedni? Mennyire elégedettek tulajdonképpen a saját eredményeikkel? Hát most teli találat a kérdés, ugye, mert most fogjuk október 5-én a szülői munkaközösség vezetés elé bocsátani a szülői elégedettség mérésünket, ami most frissen készült el és frissen értékeltük ki. Nagyon hízelgő, köszönjük szépen. Tehát általánosságban a kategóriák nélkül mondhatom, a szülői elégedettség mérés értéke 97,2% volt, ami már-már egy kicsit gyanús, úgyhogy nem lenne egészséges, hogyha mi ezt elhinnénk, de azért köszönjük szépen. Alapvetően azt mondhatom, hogy most már az a jellemző, hogy gimnáziumba, szakgimnáziumba, szakközépiskolába is mennek a diákok. Régebben nagyon népszerűek voltak a gimnáziumok, az utóbbi évben azért nálunk érzékelhető a szakgimnáziumok és a szakképzés felé való nyitottság is. Talán ez az intézmény pályorientációs tevékenységének is köszönhető, illetve annak, hogy a digitalizáció mint olyan már a szakképzésben is megjelenik, és ez a diákoknál ez egy nemzetközi nyelv, és én azt gondolom, hogy nagyon időben nagyon jól reagáltunk, mint egy 2,5 évvel ezelőtt a saját élmény informatikai programunkkal, robotikával, programozással, 3D-vel, technológia alkalmazásával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a továbbtanulási statisztikánk parádés. Egyik szemünk sír a másik nevet, hiszen azt tudni kell, hogy a hatosztályos képzésben is nagyon aktívan kiveszünk a részünket akarva, akaratlanul. Egyik szemünk sír, mert nagyon sok gyerekünk távozik hatosztályos gimnáziumba, másrésztről viszont nevet, hiszen a sikernek ez is egy fajtája, hiszen az azt jelenti, hogy sok olyan tanulónk van, akik alkalmasak és képesek megállni a helyüket egy másik oktatási intézményben. Ez a tavalyi évben ugye 21 tanulót érintett, tehát egy komplett osztályunk ment 6-osztályos képzésbe. Milyen címekkel, milyen elismerésekkel büszkélkedhet az iskola? Hát felsorolhatnék nagyon sokat, az iparkamarai szolgáltatói díjtól kezdve, jó gyakorlaton keresztül, bár nem akarok ünneprontó lenni, de én azt gondolom, hogy egyre kevésbé
érdekes számunkra az, hogy milyen díjat kapunk. Én azt gondolom, hogy a szülőt sem nagyon érdekli. Egy szülőnek is vonzó lehet egy nagyon gazdag, egy nagyon színvonalas pedagógiai program, de azt gondolom, ha megvalósítás nélkül mit sem ér. Nyilván a célok között kell valamiféle indikátor, hogy legyen visszajelzés, de talán a legfontosabb számomra és számunkra, és ezt próbálom a kollégák felé is erősíteni, hogy ne a külsőségekben, hanem a saját belső kapcsolatrendszerünkben, a gyerekkel és a családdal való interakcióinkban nyilvánuljanak meg, és itt legyen az első sikerélményünk. Aztán természetesen én azt gondolom, hogy ha ez sikeres, ha egy ilyen jó környezetben tud dolgozni a kollega, akkor természetesen jönnek majd a további eredmények is. Egy kis szemléletváltás volt az elmúlt években részemről. Én azt gondolom, hogy most első körben továbbra is az a siker kulcsa, ha azt csináljuk, amit eddig, hát a belső munkára koncentrálunk, és a belső tartalomra, és első körben a szülő visszajelzéseire vagyunk kíváncsiak. Beszéljünk akkor most egy kicsit az udvarról, hogy tulajdonképpen mi az, ami változott, mit ünneplünk tulajdonképpen most a mai napon, itt a mai délután. Igen, pont Major Péter úrral, a Metalobox ügyvezetővel arról beszéltünk, ugye, hogy már ő is évek óta szülőként ide jár. De most pillanatok alatt ez a szép udvar szinte nem is ugrik be, hogy mi is volt itt, de aztán persze, hát azért nem lehet azt elfelejteni, hogy 80-150 négyzetméteres belvizes tavaink voltak esőzések után, ami hát 2-3 nap alatt ugyan elszivárgott, de utána 3-4 napig meg ugye iszap volt utána, ha pedig utána a piszok eső nem esett tovább, nem volt utánpótlás, akkor kiszáradt, és akkor szoktam mondani, hogy kezdődik az Omega koncert. Ugye a folyosóról lehet látni, ha 80 gyerek itt futkározott, már csak váltuk, hogy egy híres zenész kilépjen a füstből, és elinduljon a csápolás. Úgyhogy azt gondolom, hogy a gyerekeken túl, és ezt a köszönővel nem említettem meg, talán a szülők is nagyon hálásak, és ha a mosógépek beszélni tudnának, ők is megkönnyebbülésről számolhatnának be. Úgyhogy sár, iszap és por volt az udvarunkon, sajnos évtizedeken keresztül. És ez most egy összefogásnak köszönhetően megszűnt tulajdonképpen. Ez olyannyira megszűnt, hogy most, hogy az alapproblémát elhárítottuk, most további terveink is vannak. Ha úgy tetszik, akkor a kis műfűes gruntfocipályával, vagy a kis kosárlabda streetball pályának az elkészítésével, amiről eddig álmodozni sem álmodozhattunk, hiszen hogyha egyszer sár és iszap alá kerül ez az egész udvar, akkor ennek se lett volna értelme, úgyhogy a következő fokozat már élesítve van. Ahogy mondani szokták, nincs megállás. Erre mikor lehet számítani? Hát én azt gondolom, hogy 1-2 éves tervez, minden az anyagi akkor múlik, ahogy mondani szokták. Tóth Péter szerint ezzel a fejlesztéssel több évtizedes probléma oldódott meg, úgyhogy most már a további fejlesztéseknek sincs akadálya. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!